Hello mindenkit, viccelek, és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És most pedig, mivel a mai TF2-ös gameplay azt hiszem nem sikerült olyan túl jól, ezért csinálok inkább egy online gémes sorozathoz kapcsolódó videót is, a Nuclear Plant nevű játékról, nem biztos, hogy jól mondtam a nevét, akkor viszont bocsánat. Szóval ez lenne a játék, itt a neve, azt hiszem lehet látni a kurzort, legalábbis remélem, úgyhogy ez itt a neve. Na mindegy, egyébként csak mondom érdekességképp, hogy valószínűleg ezt a videót előbb fogjátok látni, mint a gameplayt, de ezt azért sem, hogy ez kicsit elfogjátok magatokat ezzel, hogyha esetleg a gameplay nem tetszett, úgyhogy kezdek is egy új játékot. Ez mi? Ja igen, ilyen akármilyen leírás, meg ilyesmi. Mindjárt mondom a lényeget, ami pedig nem más, mint hogy fejleszteni kell a labort. Valamint itt ez a növény, ezt kell majd még felvinni, azt hiszem kb. 100%-ra. De először érdemes először a laboratóriumba cuccolni. Mert hogy az ilyen skill pointokat ad, amiből pedig lehet fejleszteni a cuccainkat. Rögtön szerzek is kettőt. Mindjárt mondom az irányítást is. Tehát fejlesztek egyet a pénzen, egyet pedig a pontosságon. Na szóval az ASD-vel, WASD-vel és a nyilakkal lehet mozogni, és ilyen kis szar zöld, vagy ilyen kis, valamilyen kis bagarakat kell megölni. Valami iszonyat nagy hátrány a játéknak az, hogy olyat nem lehet, hogy csak egy golyót töltesz be a fegyverbe, hanem egy egész tárat kell rögtön betölteni. Ez egyszerűen kikészítette engem, amikor úgy játszottam vele az előbb először, most 2 perc a kb. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy hátrány, nekem ez baromira nagyon-nagyon nem tetszik, tehát kifogyott a lőszerem. Vagy éppen csak, hogy egyet előttem, mert nem tudom valamiért, és akkor az egészet újra kell töltenem. Tehát a játékban úgy kell felkészülni az egész mindenre, hogy a töltés az nagyon-nagyon sok időt elvesz, és hogy az nem jó. És az a lényeg, hogy ezek a rovarok engem akarnának megölni. Itt van fent a HP-m, ez a health, ugye, vagy health. És a laborba ugye úgy kell ezt itt... Úgy kell a laborba tölteni itt a cuccost, ezt a csíkot, hogy odaállsz és ha lefelé nyíl vagy az S-sel ugye nyomod, és akkor ez itt töltődik, hogyha kicsit arrébb mész, itt már nem töltődik, viszont csak is itt töltődik, tehát nyomni kell folyamatosan az S-t, amikor arrébb mész, akkor automatikusan elizélődik, tehát újra kell kezdeni a töltést. A növényt ugyanígy kell fejleszteni, lefelé nyíl vagy az S, most valami gyors szar rovarok jönnek, kicsit oda kell figyeljek. A laboratóriumot azt azért érdemesebb kicsit talán előbb kifejleszteni, mert ugye akkor mindig ilyen speciális itemeket tudsz fejleszteni, vagy ilyen speciális képességeket tudsz fejleszteni. Például a lövés pontossága, a töltés, fegyvertöltésnek az ideje, amit most fel is fejlesztenék egyel. Mindjárt kiderül, mennyivel lesz jobb, és sajnos nem sokkal. Vagy akár a HP-t, akármit lehet fejleszteni benne. Tehát igen, az, amit ugye először szerintem érdemes megcsinálni. Valamint a shopba lehet fegyvereket vásárolni. Itt a shop, itt lehet fegyvereket vásárolni. Én először az előző játékban, amikor próbáltam egy kört, akkor megvettem ezt a pisztolyt, de nem biztos, hogy megéri. Mindegy, megveszem, megmutatom, lássátok milyen. Több lőszer fér bele, és az egyes, valamint a kettes billentyűvel lehet változtatni a fegyverek között. Ja, és ennyi. Még van egy skill pontom, amiből majd fejleszteni kellene valamit. Amikor behozzuk a skillt vagy a shopot, olyankor időt kapunk automatikusan, tehát nem kell attól félni, hogy addig megölnek, mert ameddig itt nézelődünk. A második fejlesztésnél már 2 pontot kell, és így tovább teljesen 5 pontig. Úgyhogy most egy darab skillem van, abból nem fogok fejleszteni semmit, de szerintem a pénzt fogom, amikor majd összejön a skill. Kész. Jöhet is a pénz. És így több pénzt fogok kapni akkor, amikor megölök egy-egy bizonyos rovart, ami jó. Itt írja, hogy wave 3 is coming, tehát a harmadik... hogy mondjam? Tehát a harmadik ilyen sugár, vagy harmadik ilyen... harmadik hullám inkább talán, tehát a harmadik hullám elindult, ezt írta. És reméljük, minél tovább elbírom vinni. Az előző kis próbában, még mint a videózás előtt elvittem a 12. hullámig, aztán befejeztem, és innentől kezdve már a videóba fogom próbára tenni magamat. Igen, akkor is már jöttek el repülő rovarok, és egyébként mindig fejlődni fognak ezek a rovarok is, sajnos. Igen, minél erősebbek és minél gyorsabbak lesznek, stb. Egyéb dolgok. Nehezebb lesz őket eltalálni, mert mondjuk repkednek, vagy stb. Na, a következő két skillemből már a fegyverem pontosságát fogom szerintem fejleszteni.
Kész van a tömörítés. Mindegy, majd videón kívül tömörítek, csak ez van. Na, így. Már 2-es szint a pontosság. Következő fegyvernek a riftet azt nem fogom megvenni, mert az nem ér semmit. Rögtön a minigánt akarom, vagy mi az 1500 dollárért. Nagyon a negyedik hullám. Ezt gyorsan kilőném, mert az gyors. Meg repül, meg ilyesmi. És akkor most el is indulok, hogy ne sebezzenek addig, ameddig nem érnek hozzám. Jaj, hátulról is. Na most egész jól beadtam neki. Ki egyébként sajnos a rovaroknak nincsen fejük, úgyhogy az összes sebzés ugyanannyit sebez rajta, ez van. Hogyha átugrok, akkor is sebződtem egyet. Töltse már gyorsabban. Lehet töltési sebességen fogok legközebb fejleszteni. Mert az iszonyatosan rossz. Pedig egyet már fejlesztettem rajta, nem? Nézzük csak. De. Összes fegyver, akkor fejlesztek rajta még egyet, töltsön már gyorsabban. Na, egyelőre igen, a labort fogom csak fejleszteni, még nem akarom annyira növényt. Mindjárt véget ér a negyedik sugár, vagy hullám, és jön a ötödik. Addig is még szerzek egy-két skill pontot. Itt jön az ötödik hullám. Ilyen második nap, akkor itt napokat is számol. Érdekes. Na, így már sokkal gyorsabban tölt egyébként, így már láthatóan jobb. Látható gyors változás. Hó. Ups, most nagyon sokan jönnek. Ezt itt kilövöm. És így, itt így el kellene futni valahova. A repülő izét kellene szétlőni. Ezt a legyet már szét is lőttem. Most jönnek ezek a dinók. Dinoszauruszok, vagy mi. A csótány, és itt van még egy ilyen dinó tudsz. Igen. És itt egy új rovar. Ami már sokkal sokkal jobban fejlett civilizációt lépett rovar. Na, a kettő skillből már fejleszteni akartam volna, ja, nem? Mit fejleszek? Na, hoppá! Várjunk! Ettől egyre gyorsabban bírok skill pontot gyűjteni? Ja. Még egyel gyorsabban. Tényleg, mint így gyorsabb lenne. Hát miért nem ezt fejlesztettem először, mert mondjuk nem vágtam, hogy ezt hogy kell. Vagy hogy nem, azt nem vágtam, hogy azt lehet-e, vagy megérje. És megjött a minigun. Vagy valami ilyesmi, mini SMG. De gyorsan tölti, ezt nagyon-nagyon gyorsan tölti. Fú, ez a minigun, ez a felmentő sereg kb. Már hogyha el is találom néha őket. Ez tényleg nagyon-nagyon adja, ez nagyon jó. Ebben a rovarban az a jó, hogy ez lassú, viszont mondjuk sok a HP-ja, de olyan, mint a Heavy a TF-ből, lassú és könnyű célpont. El kell előre futni, azt kész. Kicsit fejlesztem ezt is, de nem, inkább a skilleket gyűjtöm. Várjunk, hányas szinten van a skill gyűjtés? 2-es. Akkor fel kellene rakni majd 3-asra. Meg van egy csomó idő ebből a 6. hullámból, úgyhogy ez most jól összejött ezzel a fegyverrel. Ez tényleg ez volt a felmentő sereg. Na, jöhet akkor még egy fejlesztés. Fú, most már über gyors. Na, jön a 7. hullám. Jaj, bocsánat, mert nyomtam egy jobb egeret. Most kár volt betölteni az egészet, mert egyet előttem a fenébe, azt most újra kell tölteni mindent. Ding, 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 ding. Bum, 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 bum. Még egy lövés kellett volna. Nem kapsz el, haha. Jaj, de fogy a HP! Gyorsan vegyünk a HP-t. Amúgy jó ez a shoppos időkéréses dolog, mert így legalább nem ölnek meg, amikor már nincs a HP-nk. A legyeket kellene szétlőni, ez az. Jó. Ja, lövés közben se lehet a laborba dolgozni, sajnos. Úristen, már 4 skill ponton van. 5. Na nézzük, mit fejleszek. Jé, health regeneration, vagy mi ez? Akkor ebben regenerálódok magamtól is? De rossz, tényleg regenerálódok magamtól is HP-t. Akkor ezt is fejleszteni kell. Jön a 8. hullám. Új fegyver mennyi lenne? 2500. Ott az AK 4000-ért.
akkor még várunk egy kicsit. Tényleg regenerálódok magamtól is. Hoppá, 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 töltsél, töltsél. Nem töltsél, hanem töltsél, ezt mondtam, aki esetleg nem értette. Heavyt kilövöm. Ezeket is, és itt jön ez két scout. Ja, TF2-ben gondolkozok ma. Most jó, hogy a regenerációt fejlesztettem, mert most lesz rá szükségem is. Ez az, pont még kilőttem annyi lőszerből. Na, kapjad meg a golyót, hé. Úgy van. És akkor jöhetünk is a laborba fejleszteni. Mindjárt meg lesz egyébként a következő fegyverem. Na de, erre én rásegítek egy kis pénzzel. Pénzbonusszal. Amúgy nem tudom, mennyire lesz hosszú ez a videó, de remélem azért minél hosszabb lesz. És én a 9. hullám. 3 skill is már mindjárt megvan. Meg is van. Akkor, mit fejleszünk? Pontosság az jöhet. Vagy a töltési sebességet kellett volna. Na, a pontosság az viszonylag jó lett. Jött valami új szárnyú cuccos is. Ezek nem újak, ezek a legyek most. Ennek az egyiknek olyan zöldes volt a szárnya, az mintha úgy lett volna, de nem tudom. Hogyha nem, akkor meg ez van. Tévedni emberi dolog, jaj, viszont HP-t venni is emberi dolog. Jó. Sikerült népolni, megölni, akit meg terveztem. És akkor is egy csomó heavy. Na, töltsed! Jó. Igen. Mindjárt fogok majd venni töltődési sebességet is. Ennyi volt a 9. hullám. Ez egész jó. Fú, inkább most már nem veszek shotgun-t, hanem már megvárom inkább az AK-t. Hát ja. A növény meg majd akkor fejlesztem, hogyha majd minél gyorsabban fogom tudni fejleszteni. Még mit nem vettem? Health-et. Ja, gondolom több lesz a HP-m, nem? Ez meg... fejlődés, ja jó. Na mindjárt lesz egy AK-m, jön a 10. hullám. Meg is van az AK? Ez egész jónak tűnik egyelőre. Főleg, hogy gyorsan tölti, már pedig az eléggé gyors amúgy. Lövök még, be se jönnek, de már kilövöm őket. Na ha. Mindenki kap tőlem AK golyót. Ez nem volt egy újféle rovar? Vagy sőt, ez már egy komplet dino. Mármint ilyen dinosaurus vagy mi. Ennyi volt a 10. hullám, az se rossz. Akkor most jön a fejlődésnek az ideje. Hú, hát ez tényleg ennyi volt, és még maradt is egy csomó időm, úgyhogy most nagyon-nagyon sokat fejlesztek. Mert hát megéri, meg hát kell, meg minden. Itt van 5 pont. Ebből egy töltési sebességet kérek szépen. Jön a 11. hullám. Fú, a következő szerintem nem tudom mi lesz. Pénz, bónusz. Most már eléggé gyorsan tölti amúgy. Gyorsan is lövi el. De bakker, ez tényleg nagyon-nagyon gyors lett. Ezt most megérte. Nem, már vágom, miért így indult a játék, hogy ilyen alapból ilyen lassú töltés, meg ilyesmi. Hogy lehessen majd szemmel látni ilyen nagy fejlődést. Mindenki kap tőlem. Az is, aki nem akar. Most ennyi volt a 11. hullám? Fele idő alatt kivégeztem. Következő fegyver... X-ray... Heavy Machine Gun, lol. Na jó, akkor most gyűjthetünk még HP-t, viszont... pénzbónuszod is már 5 kellene. Vagy mi legyen a következő bónuszom? Ez. A... cuccos az a... sík töltődési sebessége. Na, 12. hullám. Idáig jutottam el az előbb. De akkor közel nem voltam ilyen fejlett. Akkor a rovart, vagy mi az a növényt fejlesztettem valamiért. Én nem vágtam a lényeget. Most kár, hogy ilyenkor közben már nem bírok izélni, laborozni. És lassan szerintem már jönni fognak elvileg új rovarok is, mert hát amennyire fejlődök, ugye, azok is biztos fejlődni fognak. Úgy van.
Úr, de nagyon adom nekik, lol. Jó, de kemény. Ennyi volt a 12. hullám. Hát mondom, feleid alatt kivégzem őket. Ez kemény amúgy. Nagyon kemény. Mindjárt szedek össze egy csomó skillpontot, azt majd elosztom össze-vissza fejlesztésekre. Úgyhogy természetesen minél jobban szét legyen osztva. 8. 9. Na, még meg lesz a 10. még kör előtt? Hát, kör előtt már nem, de még épp időben megvan. Bírok 2-t fejleszteni, legyen egy ilyen. És egy ilyen. Így most már jó vagyok, szerintem. Most már tényleg nagyon-nagyon pontos ez a cucc. Remélem most már sok pénzt is kapok, bár azt nem nagyon szoktam figyelni. Darálok. Bing, bing, bing. Már eléggé nagyot fejlődött itt. Úristen, ez már valami madár. Valami sólyom jön itt már felém, vágod. Na, azt hiszem ennyi volt a 13. hullám, úgyhogy... Megint felidő alatt. Nem rossz. Na jó. 8K. Várjunk? Megvan az új fegyver 7 ér. Ez a 7. helyre került, akkor a 6-os. Igen, az AK-m. Akkor a 7 meg a 6 most a legfejlettebb fegyver. 7-eset majd ki fogom próbálni valamikor. Nézzünk egy skillt. A regenerálódás az jó. Meg akkor jöhetne egy ilyen is. Mert ez a health-es dolog, az nem tudom. Lehet, hogy kevesebb sebzést kapok, vagy nem tudom, egyszerűen majd kiderül. Na, még egyet erre. Vagyis, hogy erre, igen. Nézzük, mit tud. Nem rossz. Nem rossz. Ez tényleg nagyon-nagyon jó. Sőt, nem is, hogy nem rossz, hanem tetszik. Te újjaj. Viszont az a szívás, mikor egyet mellé lövök. Meg ez, mikor már sokan jönnek, és már több lövés kell nekik. Ez egész jó volt ez az X-ray-es dolog, csak hát sok ideig kell tölteni, még a legfejlettebb töltéssel is. Na, de most viszont megint belelövök egyet. Nem rossz amúgy. És ilyen jó fejlett hullámokat is, amilyen hamar leverek. Értitek, az se olyan rossz. Van már pár skillem is. 3-ból már fejlesztek ezen még egyet. Bár az nem tudom, mit tud, de valami védelem szerintem. Na. Checkpoint. Akkor itt majd nagyon nagy boss lesz, vagy mi ez a checkpointos dolog? Akkor szokott checkpoint lenni, mikor tudja a játék is, hogy el fogom veszteni. Nem? De. Most erre visszaváltok, mert ez kell, hogy jöjjön. De amúgy itt most direkt úgy jönnek ezek a rovarok, hogy X-ray-el lőjem őket. Mert az ugye egy lövésből sorba kilövöm őket, csak hát most elfogyott belőle a lőszer. Na ide már nem az X-ray-t használnám még véletlenül sem, mert ezek már túl erősek ahhoz. Úgy van, jól megsoroztam őket. És ennyi volt ez a hullám is. Az se volt rossz. Na. Full skill pointoknál már izé lesz. Elkezdem majd ezt a növényt is. Nem tudom, elősegíteni vagy valami. Na, még egy skill pointot, és már is fejleszteném a növényes dolgokat. Most még mennyit kell? Még 8-at kellene még összehozni skill pointból, azt hiszem. És az X-ray gunnal lőni fogok egyet. Bocs, lehet behallatszott egy ilyen hang, nem tudom, mert megütöttem véletlenül a főnyereményt. Azaz, hogy megütöttem véletlenül a mikrofonomat. Ja. Sokan vagytok ti, hé. Jaj, ne. Menjetek már valamerre, ne egy helyre jöjjetek már. Áj, de már X-ray-t kell használni. Az meg mi az? Ez már egy full komplet dino. Dino. Most csak azért se veszek magamnak HP-t, kibírom én anélkül is. Na, meg te maradtál. És akkor most mindent fel kellene tölteni. Ez már alapból is jó. Jaj, megvan az új fegyver, ho-ho! Na nézzük, mit tudsz. Ja. Ez is megvan.
Egyébként az előbb azért kezdett egy így villogni össze-vissza, mert hogy véletlenül nyomva maradt a shift, és itt töltötte ugye. Ja, azt még nem mondtam, azt hiszem, de a shift ellő. Itt jobb, bal oldalt ez a felfelé mutatós nyílas gomb. Remélem mindenki érti. Ennél jobban nem nagyon bírom elmondani. Ott jönnek, hú. Ez nagyon-nagyon menő fegyver. Közben bírok még laboratóriumba is dolgozni. Lövök, még be se jönnek, de már is kilövöm őket. Azt hiszem ennyi. És megvan az utolsó skillem is, úgyhogy én most elkezdem fejleszteni a növényemet. Hát ez így szerintem túl könnyű lesz, de mindegy. Mindegy, úgyis már vagy 20-21 perc megy a videó. Ohó, elkezdett nőni. Ebből amúgy fa lesz, vagy mi? Ahogyan elkezdett haladni, gondolom, ja. Ja, ez fa lesz, de nem tudom, miért olyan fontos ez a fa. Ja, bár mondjuk meg sem néztük azt a bevezető részt. Úgyhogy esetleg valakit érdekel, akkor nézd meg a játéknak az elején azt a bevezetőt. Mert engem nem érdekel, úgy vagyok a játékok, hogy lövök, azt kész. Meg játszok, nem érdekel nagyon a mizé, miről szól. Úgyhogy történetet akarok hallani, akkor könyvet olvasok. Úgy vagyok a kötelező olvasmányokkal is, hú, jaj. Inkább azt hanyagoljuk. Utálom az ilyen kötelező olvasmányokat. Főleg azt, amikor ilyen uncsi az egész, szóval... Szóval az a rossz kötelező olvasmány, amikor az ember úgy van, hogy na, olvasom, mert hogy kell. Azt, amilyen páncélos. Az a jó kötelező olvasmány, amikor úgy vagy vele, hogy olvasom, mert tetszik, olvasom, mert érdekel, olvasom, mert kíváncsi vagyok a folytatásra, szóval az a jó kötelező olvasmány, amikor úgy érdekli is az ember. És például, amit mi is most kaptunk, az nagyon-nagyon uncsi, nem is nagyon érdekel, szóval... Ja. Egyetlen egy... Nem. Volt azért két kötelező olvasmány, amit szerettem. Például a Pál utcai fiúkat, azt úgy megmondom, azt tényleg szerettem. Az úgy... Volt benne egy kis izgalom, egy kis érdekesség, egy kis olyasmi, ami ugye a gyerekekhez szól, szóval ilyen, tudjátok, az is gyerekekkel játszott már, aki már olvasta azt, vagy akinek már kellett, úgyhogy az mondjuk akkor még fiatalabb voltam, akkor valószínűleg még sok minden érdekelhetett, viszont ugye ahogyan az ember így idősödik, vagyis hogy már ugye kezd már kicsit már ilyen, nem tudom, hát, tehát azt akartam volna mondani, hogy ahogyan az ember ugye így idősödik, már nem érdekli általában már semmilyen a bátyám is, úgyhogy általában csak a gépezés, meg az ilyesmi. Mindegy, nem érdekes. Van egy csomó pénzem, de nem tudom elkölteni. Szívás. Na, azért meghalt. Fejleszted, ez az. Szóval igen, sajnos tök uncsi kötelező olvasmányt kaptunk, így én nem is nagyon olvastam, csak kicsit. Hú, de fejlődik a fa. Megint el van mentve játék, gondolom valami fő boss fog jönni. Nem. Mégse. De amúgy az a páncélos rovar se rossz. Boing, boing. Jaj, ezek meg itt közül bejöttek. Hups. Ja, meg ez a két lábon járó csoda. Jaj. Ott jött egy ilyen páncélos cucc. Kettő. Még egy. Fejlődjem a fa, mert végig akarom már vinni ezt a játékot. Egyébként bocsi, de most nagyon-nagyon csúszni fog a TF2, mert hogy ilyenkor szoktam tömöríteni ugye egyenként a részeket, mert általában vágás, meg ilyesmik vannak, ugye effektelni kell, meg ilyesmi. Viszont most mivel nyomatok itt játékot, így most nem tömörítek sajnos, úgyhogy így most maradni fog így egy ilyen 20 perc, 30 perces késéssel, úgyhogy ja, remélem úgy még kettő előtt még fent lesz ebédidőben. Vagy hát, ja. Ezek most már csak nem ölnek meg. Vagy lehet még jönni fog egy új rovar, nem tudom. De már nem nagyon hinném. De már új rovar, már tök fölös. Amúgy ez már nem is rovar, hanem tank. Ja. Na, meg akarsz halni? Te nekem van X-ray-em is, nem? De. Vajon mennyit sebezne rajta az X-ray? Nem túl sokat. Ide már ez kell. Mondom, ide már ez kell. Na, fejlesztjük a fát. Fejlesztjük már a fát. Na így.
És ez most már meg lesz, most már 100%-nak már bőven. 97, 98, 99, 100. LOL! Ez mit csinál ez a fa? Ez ilyen rovarokat dobál rám, vagy ez mi? De most úgy komolyan, nem vágom. Mint hogy ilyen rovarok kelnének ki belőle, de tök mindegy. Ja, de várj, ma ott van a HP-ja a növényemnek, most bántják, vagy mi? Itt ez a piros csík, ez itt mi lehet vajon? Aztán bántják a növényemet ezek a köcsögök. Vagy mi van itt most? De komolyan, nem vágom. Most megcsináltam a növényt, de ilyen szar, mobok jönnek ki belőle. Vagy rovarok itt a játék. Ja nem! Gondolom, annak a piros izének el kell, hogy fogjon a... Az a piros izé el kell, hogy fogjon ahhoz, hogy vége legyen a hullámnak, vagy nem tudom. Vagy nem. Szerintem, de ez a piros izé el kell, hogy fogjon, azt kész. Úgyhogy akkor még pár pillanat alatt még elfogyasztom, azt jó van. Innentől már az egészen jó vagyok, még hogyha nagy páncélos dögöket is küld rám. Nem is keveset. Így. De most amúgy, ja, a fáról jönnek le ezek a izék rovarok, úgyhogy azt kell, hogy elfogjon ez a piros. Gondolom a leges-leges legvégén valami főbossz fog jönni, amiben majd nem tudom mennyi lőszer kell. Gondolom én, de ez csak feltételezés, szóval nem tuti. Jaj, viszont ez a játék se tuti. De most miért nem sebződik amúgy néha? Hogy várjunk, lehet, hogy nem is ezt kell csinálni? Mert előbb azt írtak, hogy a fa félig már meghalt. Most az jó vagy rossz? Ezt nem vágom, de tényleg. Azt úgy vágom, hogy ilyen szar, rovarokat lő le nekem ide a földre. De most az jó, hogy ilyen rovarokat küld le nekem? Gondolom, ja. Na mindjárt elfogy az a piros, aztán jó van. Ja, vagy nekem azt kell lőni? Akkor most elvileg végigvittem a játékot? De amúgy azt se vágom most, hogy kiépítettem ezt az egész fát, és most le kellett rombolni? Hát vége, ja. LOL, ez jó volt. Hát akkor végigvittem egy játékot, és remélem tetszett ez a kis videó. Ez most a gameplay helyett volt, hogy úgy mondjam, mert az nem sikerült olyan túl jól, de majd az is fent lesz még a mai nap folyamán, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, tetszett, akkor lájkoljátok, esetleg játszátok ti is végig ezt a játékot, hogyha tetszett, valami nézzétek többi videómat, és iratkozzatok fel rám. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ezért most így búcsúznék is, sziasztok!